Az önkormányzat és a Györffy István Nagykun Múzeum együttműködésével a Kántor Sándor Fazekasházban júniustól Esznagy István fazekasként dolgozik. A Kossuth-díjas névadó munkái mellett a másik kiállító teremben 4 kántor tanítvány, Esznagy István, F. Szabó Mihály, Kovács László és Szűcs Imre munkái láthatóak. És hogyan kezdett korongozni ifjabb Esznagy István? Erről beszélgettünk vele. Gyerekként Kántor Sándor fazekas műhelyébe már 4 éves koromra visszaemlékezve én voltam a legkisebb a közelben, és én szedtem ki az agyagforgácsot a korong alól, és így kezdődött az első érintkezésem az agyaggal, utána viszont már gyermekjátékszerek, gyurmázás, kis szobor, és a rengeteg olyan fazekas tudás, amit gyakorlatilag nem is tudtam, hogy én azt hittem, hogy ez a természetes dolog, hogy mindenki tudja, de aztán azon gondolkoztam el ezen a dolgon, már most így felnőtt fejjel, hogy olyan dolgok jutnak eszembe, ami gyermekkoromban láttam, és megragad bennem, és így remélem, hogy tovább tudom adni a további gyereksereknek. Tehát akkor megvannak az apuka mozdulatai, amivel mondjuk mintázott, írókázott, égetés, tehát sok-sok olyan élménye van, amit gondolom, hogy most így összetornyosulnak az emlékek. Hát igen, gyakorlatilag a pályám az 1985-től katonaságig autószerelőként, az első szakmám autószerelő, és apukám nem engedett el kollégiumba, Hódmezővásárhelyen lett volna egy induló szakmunkás iskola, de azt mondta, hogy én túl vadóc ember vagyok, és 14 évesen nem engedett el kollégiumba, meg kellett várnom a katonai időt, hogy lett. Egy komoly férfi ember lett? Ami így van, és akkor már katonaviseltként tudtam neki mondani, hogy na, édesapám, én innestől kezdve fazekassággal akarok foglalkozni. Azt mondta, letöltötted a katonai idődet, és kész. Innestől kezdve beálltam Inasnak. Badár Balázs Múzeum fazekasházban kezdtem. Gyakorlatilag a 18. századi berendezésen tanultam meg, mint ahogy valójában egy igazi fazekasinas annak idején. Tehát lábhajtású korong, kézzel tekerős mázőrlő, agyaggyúrópad és ugye fatüzelésű kemencék. Tehát én hamarabb tudtam fatüzelésű kemencébe égetni, mint korongozni. Tehát az egy kicsit hosszabb folyamat. Mennyiben határozta meg az ön stílusát, formavilágát az édesapja? Mindenféleképpen. Itt a közép-tiszavidéki, felső-tiszavidéki kerámia tárgyak rekonstrukcióját végezte el Kántor Sándor gyakorlatilag, és ezt a hagyományt továbbfejlesztve, mint Kántor életművet mi tovább visszük már most. Itt az édesapja dolgait látjuk. Melyek azok a minták, amit majd utána megmutatunk külön, ami önre is jellemző, és mondjuk kedveli és alkalmazza? Legszívesebben a karcolt kerámia, tehát tiszafüredi és a mezőcsáti áll szívemhez legközelebb, tehát a biskakancsókon is ezek a mezőcsáti tiszafüredi motívumok állnak. Az ecsetes, az gyakorlatilag Gyöngyös és Pásztorra jellemző, egy kicsit már távolabb van tőlünk, de én ezt a tiszafüredi mezőcsáti mintákat szeretem. Milyen az Esznagy Pistás, mert az apukáját azt tudjuk, de milyen a fiatalabb Esznagy Pistára jellemző? Tehát, ha én most ránézek, tudni fogom az elmondottak alapján, hogy igen, ez az ön munkája? Színekben mindenféleképpen ezek annyira kötött hagyományok, hogy ettől eltérni nem lehet. Tehát igyekszünk azokat a tüzes színeket, amit régen is használtak a fazekasok, most jelen pillanatban is a tárgyakon megjeleníteni, de próbálunk egyre jobban olyan festékanyagokat használni, ami már modernebb, és nem tartalmaz azokat az oxidokat, amivel vigyázva kell dolgozni. És itt a Kántor Sándor fazekas házban néhány napja elkezdett dolgozni. Mit is csinál itt? Itt tulajdonképpen
úgynevezett teremőr státuszom van, tárlatvezetést végzek, az udvar karbantartása, a ház karbantartása és mellette az élő fazekasság beindítása, ami a legfontosabb dolog. Itt meg kell, hogy említsem, hogy most már egész éves nyitvatartás a múzeum által, egész évben várjuk a látogatókat és a kézműveskedni vágyókat a fazekas műhely rendelkezésre mindenkinek. Tehát akkor ez azt is jelenti, hogyha mondjuk jön egy csoport előzetes bejelentkezés alapján, akkor valami kis karcagi emléket mindenki készített, és itt a kemencében esetleg ki is lehet égetni? Természetesen minden lehetőség van, szeretettel várunk mindenkit. Akkor reméljük, hogy sokan jönnek, és milyen érzés volt most visszaülni a korong mellé? Fantasztikus korong, de a korongozás mellett gyakorlatilag sokkal nehezebb volt, valami ilyen karcag, lelki dolog lehet ebben, mert itthon valahogy könnyebben megy a munka. Tehát ez fantasztikus érzés, ahogy leültem a koronghoz, rögtön visszajöttek azok az emlékek, ami olyan, mintha múlt héten hagytam volna abba a korongozást. Büszke lenne most erre az édesapja? Remélem, igen.